Skócia az első ország a világon, ahol az állam bárkinek térítésmentesen biztosít menstruációs termékeket. A skót parlament egyhangúan elfogadta a menstruációs szegénység elleni törvényt, amely kötelezi az önkormányzatokat, hogy ingyen betétet és tampont juttassanak annak, aki ezt igényli. A menstruációs szegénység felszámolását 4 éve tűzte zászlajára Monica Lennon, munkáspárti képviselő. A menstruáció az élet része, de kifejezetten drága is lehet, mondja a képviselő. A kampány elmúlt 4 évében találkoztunk sok fiatallal, olyan lányokkal, akik iskolába járnak, de nem engedhetik meg maguknak a női higiéniás termékeket. És nem merték, vagy kínosnak érezték, hogy a családtagjaiktól kérjenek tampont vagy betétet. Ezért a menstruáció elég stresszes tapasztalat lehet, különösen a fiatal lányok számára. Európai kutatások szerint a menstruáció havonta átlagosan 5 napig tart és 10 euró költséggel jár. Az Egyesült Királyságban minden 10. nő nem engedheti meg magának a menstruációs termékeket, és az iskolás lányok közel fele hagyott már ki tanítást a menstruáció miatt. Skóciában már 2018 óta ingyenesen helyeznek ki női higiéniás termékeket az oktatási intézményekben. Ezt a programot terjesztik ki és foglalják most törvénybe.